Szervusz! Te vagy az? Bérces László. László. Laci. Laci. Tompa Miklós. Tompa Miklós mesél. Feltartóztathatatlanul, színesen, élményszerűen, életének meghatározó történeteiről, emberekről, akik fontosak voltak, és akiket megőrzött emlékezetében, és persze a színházról. Tompa Miklós a 90-es évek elején mesélt Bérces Lászlónak, így született meg a Székely Körvasút című életinterjú kötet. Ezt a visszaemlékezést pedig most a színpadon is megtekintheti a nagy érdemű. Én csak a történetekből és anekdótákból ismerem már őt, és azért is örültem nagyon, amikor felmerült, hogy ezt elkészítsük, ezt a műsort, hogy itt használunk egy nevet, és nagyon keveset tudunk arról a személyről, akihez kapcsolódik ez a név. Tompa Miklós meghatározó alakja volt a 20. századi erdélyi színjátszásnak, a Marosvásárhelyi Színház alapító névadója. A beszélgetőkönyv, illetve az így belőle inspirálódó előadás is kortörténeti dokumentum, hiszen az 1945-1946-os évi színház alapítás történetét, valamint a marosvásárhelyi és székelyföldi színház kultúra nagyrealista vonulatát is meghatározó alkotó életútjának fontos állomásait dolgozza fel dramatikus, interjúszínházi formában. Van egy pár mondata az előadásban, ami nekem nagyon, nagyon jól esik, vagy jó azokon gondolkodni, vagy azokat mondani akár. Például, hogy humorral mindent el lehet intézni. És hogy ez egy ilyen életszemlélet volt. Vagy például mondja egy alkalommal, hogy én szeretem az embereket, nem félek tőlük. Hogy ez is egy olyan jó gondolat volt, hogy valaki úgy viszonyul folyamatosan, hogy bizalommal, szeretettel és megértéssel kapcsolódik a másik emberhez. A kezdet nálam azt jelenti, hogy 32 éves koromban rendező lettem a Kolozsvári Színháznál. Én erre a fiatal emberre, akinek még lomboncos nagyhaja volt, úgy emlékszem, mint egy idegenre. Nagyon szimpatikus különben, és többnyire egyetértek azzal, amit csinált, mert ennek a fiatal embernek nem volt semmi egyéb a nyúlt agyába, csak a színház. Emlékszem, egyszer például... Az Én így látom, Tompa Miklós mesél című előadás Barabás Olga rendezésében egy időutazásra invitál bennünket, amelyben Tompa Miklós saját szavaival emlékezik vissza életútjára és mindarra, amit megalkotott. A Székely Színház alapító rendezőjét az Uniter díjas László Csaba alakítja. Bérces László szerepében Kovács Károly színművészt láthatjuk, aki egyben az előadás zenei világát is megteremtette. Tehát én abból indultam ki, hogy mi lehet az a zenei atmoszféra, ami megteremti azt, hogy Tompa Miklós szavai élővé váljanak. És akkor gondolkodva arra jutottam, hogy sok próbálkozás után, többféle hangszert kipróbálva, hogy mivel Tompa Miklós szólal meg maga, az ő habitusa, az ő lelke, az ő szíve, akkor a szív hangja a ritmus, ez pedig akkor egy ritmus hangszer kell legyen, így lett az idiofon hangszer a handpan a választásom erre az előadásra. Benne kialakult a fölöslegesség tudata. Ő úgy érezte, hogy ő a család fölösleges ember. Ennek persze főleg az is volt azok, hogy az imperiumváltás után ő is állás nélkül maradt, és anyám tartotta el a családot. Ez a történet nem annyira színházcentrikus. Persze a kötetben rengeteg minden van színházról is. Van, aki erről tud, van, aki erről nem is tudom, lehet, hogy aktív részese volt még ennek a világnak. De tulajdonképpen ez egy erdélytörténet,
egy 20. századi magyarországi vagy Románia története, attól függ, hogy milyen impérium volt éppen. És az a gyönyörű példa tulajdonképpen, amire az ember ilyen kikerekedett szemekkel tud figyelni a mai nap is, hogy ebben a nagyon rapszódikus történelmi helyzetben valaki, akinek eltökélt szándéka van, hogy létrehoz egy színházat, egy kultúrintézményt, egy kisvárosban tulajdonképpen, ahol addig nem volt állandó társulat, és ezzel megváltoztatja tulajdonképpen a városnak a hangulatát, a minőségét. Az előadásban próbálunk erre hangsúlyt fektetni, erre a történelemre tulajdonképpen, hiszen ezek számunkra bizonyos szempontból nem ismeretlenek. Tehát, hogy ilyen-olyan fénytörésben már hallottunk róla a családból, a nagyszülőtől, a szülőktől, és ezért is van az, hogy valahogy sajátjának érzi az ember, amikor ezeket nézi, hallgatja. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház a 2024-2025-ös szezonban ünnepli 80. évadát, melynek keretében jelen előadásával saját alapítója és egyben nagy formátumú alkotója előtt tiszteleg. A 2023. decemberében bemutatott produkciót a jubileumi évadra tervezett ünnepi rendezvénysorozat előfutárának, nyitányának szánja a Tompa Miklós Társulat.